Hadd szóljon! A Klubrádió túlélési gyakorlata. Így a rendszerváltás környékén milyen gazdasági pályát képzelt el Magyarországnak? Mi volt a fejében, hogy hogy kéne ennek kinéznie 5-10-15 év múlva? Körülbelül az volt az elképzelésem, hogyha Magyarországon meghonosítjuk a piacgazdasági intézményeit, és szépen belesimulunk abba, amit úgy hívunk, hogy a nyugati civilizáció, akkor ez egy emberöltő alatt lehetővé teszi, hogy fölzárkózzunk ahhoz az életszínvonalhoz, amit egyébként őszintén mindenki áhít. És erre a lehetőségre Magyarországnak volt is esélye, mert az első 10 évben nagyjából nem csak a gazdaságpolitikában, hanem a szerkezeti reformok vonatkozásában is megtette mindazt, amit az átmenet követelményei támasztottak, nevezetesen mind a gazdaságnak a piaci alapokra történő átállítását, a privatizációt, az újfajta szabályozást, a liberalizálást, a stabilizációt, ugye 95-ben. Tehát Magyarország vonzó terepévé vált nem csak a külföldi tőkének, hanem a belföldi tőkének is, amelyik utána már jelentős mértékben szárba szökkent. Hát ezt a fejlődést akasztotta meg lényegében már az első Fidesz kormány, amelyik ugye 2001-ben büszkén áttért a egyensúlyőrző beruházások által fűtött és exportvezérelt gazdaságpolitikáról, az egyensúlyt romboló, a költségvetési kiadásokat égbe szöktető és a fogyasztás által vezérelt gazdaságpolitikára. Tehát a második évtized az már egy elvesztett évtized volt, különösen azért, mert a 2002-ben hivatalba lépő Medgyessy kormány ugyanezt a gazdaságpolitikát folytatta. Aztán Gyurcsány kormány is végül is 2 évig ezt tette, amivel olyan mértékben legyengítette a magyar gazdaságot, hogy a 2008-2009-es európai pénzügyi és gazdasági válság az már ebben a legyengített állapotban érte a magyar gazdaságot, és ezért ismét az államcsőd fenyegető közelségébe jutottunk. És hát a harmadik évtized pedig ugye a Orbán kormányé, amelyik szétverte ennek a versengő piacgazdaságnak az intézményi kereteit, és egyfajta oligarchikus gazdaságot alakított ki, amelyik elsősorban a kínai és az orosz modellt igyekszik utánozni, amely mind a kettő zsákutca. Azt mondta, hogy az esélyünk megvolt, és hogyha mondjuk a 2010 utáni időszakról beszélgetünk, azért az a, mint az egész világban egy felfelé ívelő pályát lehetett látni, Magyarország meg nagyon-nagyon-nagyon sok uniós forráshoz jutott, tehát hogy abba bízhatott az ember, akár az is, aki nem szereti a kormányt, hogy hát ezzel majd kezdünk valamit, és amit kezdtünk, abból meg hát valahogy az következett, hogy most arról beszélünk, hogy nem tudom, Románia, hogy előz meg minket, meg miben. A kapitalizmus az nem a pénzről, hanem a tőkéről szól. A pénzt el lehet pazarolni. Magyarország ezt teszi, mióta belépett az Európai Unióba. Volt az első időszakban jó néhány helyes fejlesztés, mind a fizikai, mind a humán infrastruktúra fejlesztése vonatkozásában. De 2010 óta ennek semmi nyomát nem lehet látni. Tehát a pénzt az oligarchia ellopja és elpazarolja. A tőke az abban különbözik a pénztől, hogy megtérül a befektetés nyomán. Ahhoz olyan piacgazdasági környezetre van szükség, ahol a tőkés vállalkozó az a piaci siker nyomán emelkedik ki, és nem pedig az állami támogatások eredményeképpen. A rendes, szabadversenyes piacgazdaság és az oligarchikus önkényuralom között, ami a jogállamot szétveri, az a nagy különbség, hogy az elsőben a piacgazdaság, a piaci siker válogatja ki az eredményes, felemelkedő gazdálkodót, a oligarchikus rendszerben pedig maga a kormány, az állam válogatja ki különböző támogatásokkal, büntetőadókkal olyan mértékben eltorzítja a gazdálkodási környezetet, hogy aki nem jut hozzá ezekhez a támogatásokhoz, az élethosszíglan tartó hátrányt fog szenvedni. Ez egy járadékvadász rendszer,
aminek semmi köze nincs a kapitalista piacgazdasághoz, amelyik szétverte a jogállamot, márpedig a jogállam egy közepesen fejlett gazdaságban a további növekedésnek és a felzárkózásnak az egyik legfontosabb biztosítéka. A politika nem akart szabad versenyt és szabad piacgazdaságot, vagy az emberek és a vállalkozások nem akarták ezt valamiért, és ehhez alkalmazkodott a politika? Nem használom ezt a kifejezést, hogy emberek, mert az homogénné teszi a nézeteket és az elképzeléseket, márpedig egy gazdaság és egy társadalom mindig sokszínű és sokrétű. Vannak olyan vállalkozók, amelyek nem szeretik a versengő kapitalista piacgazdaságot, és a maguk tudatlansága és tapasztalatlansága miatt elsősorban a kormányzat kegyeit keresik, amely megvédi őket a náluk okosabb és hatékonyabban gazdálkodóknak a versenyétől. Ha úgy tetszik, a tőkések, azok a szabad versengő piacgazdaságnak néha ellenségei lehetnek. Ezért Magyarországon is kialakult egy olyan oligarchia, amelyik a maga létét elsősorban és mindenek előtt az állami támogatásoknak és azoknak a kiváltságoknak köszönheti, amelyikért cserébe őnek is semmi más, mint politikai hűséget kell esküdni. Ez viszont a magyar gazdaság számára a leszakadásnak a záloga. Meddig lehet még leszakadni? Sokáig. Végtelenül. Mert ugye hát itt egy felzárkózás az persze van, hogyha azt nézzük, hogy kicsit jobban éltünk, meg közeledünk az Európai Unióhoz, az átlaghoz, csak mindenki más, meg gyorsabban teszi ezt. Ez az elmúlt 3 évben már nem igaz. Tehát lehet azt mondani, hogy a európai pénzügyi és gazdasági válságot 2009-2012 után követte egyfajta helyreállítás és fellendülési periódus, de ez a fejlődés ez tökéletesen megtart akkor, amikor a koronavírus válság elkapta az országot, és amikor erre a kormány nagyon rosszul reagált, olyan mértékben laza költségvetési, illetve pénzpolitikával, amelyik megalapozta azt a világszínvonalú inflációt, vagy legalábbis európai bajnok inflációt, ami ma Magyarországon található. Ez az infláció pedig visszaveszi mindazokat az eredményeket, amelyeket a korábbi időszakban a reál jövedelem növekedésében egyfajta biztosítékaként tekintettünk ennek az európai felzárkózásnak. Ma európai leszakadás van, nem felzárkózás, hiszen hogyha meggondolja, Ukrajnában, amelyik egy háborús gazdaság, az infláció fele a magyarországi inflációnak. Romániában, amire az előbb már utalt, egy harmada. És az Európai Unió az magállamaiban, amelyik az eurózóna részei, az most már olyan 6-7%-os inflációval bírnak, nálunk pedig 20% fölött van az infláció. Nekem 1-2 éve volt egy olyan érzésem, hogy valamilyen középosztály féle elkezdett kialakulni. Egyszerűen nőttek a bérek annyira, hogy kicsit többen lettek azok, akikre azt lehet mondani, hogy középosztályszerűek meg tudnak fizetni olyan dolgot, amiket korábban sokan nem tudtak, és most meg ez az infláció, ez mintha ez az egészet megölte volna. Nem az egészet, hanem a középosztálynak azt a alsó és középső rétegét, aminek reménye lett volna fölzárkózni. Tehát itt a diktatúra, illetve önkényuralmi rendszer tudatosan szétszaggatja a magyar társadalom szövetét. Vannak olyanok, akik nagyon érdekelté váltak ennek a rendszernek a tovább élésében, mert olyan őrületes mennyiségű kedvezményt kapnak, és aztán van egy növekvő leszakadó réteg, amelyeknek a felét aztán megveszik szánalmasan kicsi segélyekkel, de ezt összekötik azzal, hogy csak akkor kapod meg a segélyt, hogyha a Fideszre szavazol. És mint a Magyarországon nincs jogállam, és nincsen szabad és tiszta választás se, immár régóta. Ezért ez a rendszert, körülbelül ez a megoldás hosszabb életre tudja emelni, mert a társadalom nem tudja megtalálni azokat a kapaszkodókat, sem gazdaságilag, sem társadalmilag, amik lehetővé teszik azoknak az önálló intézményeknek, egyesületeknek, politikai pártoknak a felépítését, amelyek ne kerülnének aztán szükségképpen a rendszer jár szavagjára, és annak kiszolgáltatásává ne süllyednének. Hiányzik-e
magyar politikából egy jobb-közép piacpárti, vagy liberális abszolút, piacpárti. Abszolút. Azért is kérdezem, hát ön próbálkozott ilyesmit csinálni. Igen, próbálkoztam, és kudarcba fulladtam vele. Részben azért, mert a szocialista jellegű ellenzéki pártok mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne legyen sikeres. Tehát a Orbán féle önkényuralmi rendszert a maga oligarchikus rendszere mellett elsősorban a szocialista jellegű ellenzéknek a sivársága tartja életben, amelyeknek az a fontos, hogy mellette olyan alternatíva ne jöjjön létre, amelyik valódi alternatívát kínál ennek a gazdaságnak és társadalomnak a felemelésére. Itt a ellenzéki pártok nagy része az mind szocialista, és a szocializmus elsősorban abban fejezhető ki, hogy ők is az államtól várják a munkahelyeket, a beruházásokat, a felzárkózást, az innovációt, mindent olyat, amit egy normális nyugati civilizáció keretében működő piacgazdaságnak legalább fele részben a társadalom alulról szerveződő és a gazdaság piaci sikere alapján szerveződő egységei hoznak létre. De akkor nem lehet, hogy nincsen erre társadalmi igény, hanem akkor inkább az ástopra van? Úgy néz ki, hogy persze, hogy nincs rá igény, de az igényt ezt fel kell kelteni. Tehát az igényt azt fogja felkelteni majd, hogyha látjuk, hogy ez a leszakadás végérvényessé válik, és a zsákutca teljes. Nem lehet az államtól várni a jólét megteremtését, azt a társadalom saját önálló kezdeményezései, a vállalkozók, azok a polgárok, akik a saját tudásukra, tapasztalatukra, tehetségekre és teljesítményükre büszkék, azok tudják majd kialakítani, de ilyen vállalkozó kevés van ebben az országban. Hát meg ezek a polgárok most megint nem polgárok, hanem számolják hát a pénzt ezért, a ezért mondom, hogy ez nem polgári rendszer, és nem is kapitalista rendszer, ez az állam által fogjulejtett olyan oligarchikus gazdaság, amelyek a export szektort kénytelen a külföldi tőke kezébe adni, mert csak azt tud hatékonyan működni a világpiacon. Cserébe azokat a részeket, amelyek nem kitettek az exportnak, tehát a pénzintézetek jelentős részét, a közüzemi vállalatokat, a közbeszerzési rendszert, illetve a kis és közepes vállalkozóknak azokat a részeit és elemeit és egységeit, amelyek belső piacra termelnek, akkor teljes mértékben megszorítja és megfogja annak érdekében, hogy ebből a pénzt kisajtolja és a járadékvadász oligarchia ezt elsajátítassa. Ezzel gondolkodtam azon, hogy amikor az inflációról beszélgetünk, akkor mi is itt a Klubrádióban is, meg általában a sajtó feszegeti azt a kérdést, hogy mit tesz az állam az infláció ellen, amikor megérkezik a kormány, semmit. Megígéri. Az inflációt fűti. Jön a ellenzék, elmondja, hogy és a kormány mit tegyen a gazdaságban, tehát mintha mindig mi is arról beszélnénk, hogy mi a állam dolga, és nem arról, hogy mondjuk mi a mi dolgunk egy gazdaságban. Ez egy fontos kérdés, amit most föltett, de ez elsősorban nem az inflációval kapcsolatban érvényes, mert az infláció az jelentős mértékben a helytelen, szakszerűtlen, észszerűtlen és felelőtlen gazdaságpolitikából származik. Tehát itt nem szankciós vagy háborús infláció van, hanem a elmúlt 5 év helytelen pénzpolitikája, költségvetési politikája és jövedelempolitikája alapján sikerült Európa bajnok inflációt teremteni Magyarországon. Nem ennek a fékezésében van dolga a társadalomnak. A társadalomnak abban lenne dolga, hogy az államtól függetlenül megtalálja azokat a működési lehetőségeket, kiépítse azokat az intézményeket, amelyek előbb-utóbb az államtól független gazdasági és társadalmi intézményi hálót teremtve, majdan egyszer ledobják magukról ezt a oligarchikus politikai felépítményt, aminek egyetlen feladata ez a folyamatos járadék elsajátítás. Ha már itt beszélgetünk a nyilvánosságnak, vagy a médiának akár milyen szerepe van, vagy kéne, hogy legyen egy ilyen polgárság megteremtésében? A Klubrádiónak óriási szerepe van. Bátran, büszkén kimondom, hogy a Klubrádió az egyetlen olyan magyarországi rádióállomás, amelyek a maga sokrétű és igyekezvén független tájékoztatásával hozzájárul ahhoz, hogy a kiművelt emberfők sokasága ebben az országban ne csökkenjen olyan gyorsan, ahogy a kormány
az oktatási rendszer tönkretételével egyébként ezt szorgalmazza. Tehát nagyon fontos az, hogy a szabadságnak ilyen kiskörei, mint a Klubrádió megmaradjanak annak érdekében, hogy legyen független tájékoztatás, legyen másfajta értékrendnek a fölmutatása a társadalom előtt, amelyik a társadalom egyre több rétegét egy válság és egy csődközeli helyzetben meggyőzheti arról, hogy van kiút. És ez a kiút, ez nem a keletről jövő fény átölelése és elfogadása, hanem a nyugati civilizációhoz való visszatérés és abba való teljes gazdasági és politikai integráció. Bár gazdaságpolitikáról beszélgettünk talán most elsősorban, de azért nekem az az érzésem, hogy inkább egy politikus van velem szemben, mint egy közgazdász. Tudom, hogy most nem foglalkozik már ezzel egy ideje, de azért kíváncsi vagyok, hogy tekint magára, vagy szeretne még. Én közpolitikus vagyok. A politika szó az több értelmű. Az angol nyelvben van külön szó arra, hogy szakpolitika és pártpolitika. A szakpolitikát azt policy névvel illetik, a pártpolitikát pedig a politics. Ez egy amerikai felfogás, ami beszűrődött most már a nemzetközi beszélgetésekbe és társalgásba. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos látni, hogy ez a kettő összefügg. És olyan körülmények között, amikor a szakpolitikai kínálat rendkívül szegényes, akkor emögött meg kell keresni azt, hogy a pártpolitikai kínálat is miért szegényes. Mert a szakpolitikai kínálat az nem tud bővülni anélkül, hogyha a pártok nem teszik magukévá azokat az elképzeléseket, amik egyébként szakmailag megalapozottak, és egy országot, annak gazdaságát és társadalmát felemelnék. Köszönöm szépen! Kérjük, támogassa ön is a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!